Van időd még egy joghurt rá? Van, van, drágám, ha sietsz fel. Berté! Én imádom a joghurtot reggelire, te nem? Hát, én nem igazán rajongok érte. Tetszik valami? Igen. Még egy joghurtot a kisasszonynak. Kiflit is, hogy már tovasson. Nem, kifli még van. Hazám, de még mennyi? Kiki gusztusa szerint én nem fogom átnevelni Amerikát. Jó, örülnek, hogy ennyire liberális. Tehát még egy joghurtot. Hozom. Szóval még egy ilyen ibrikkel. Úgy-úgy, Berti. Csak azt a hascsikorást ne kapjon. Jaj, dehogy. Attól vagyok egészséges. És különben is. Joghurtot kértünk, kérem. Hozza kommentár nélkül. Nem magának kell megennie. Na, még csak azt kéne. Na, siessen, mert elkésik a kisasszony. Igen, Berti, ha nem siet, itt hagy a gép. Jó, megyek már, megyek, de mondhatom, nem könnyű itt személyzetnek lenni. Mi van? Mi baja van már megint? Semmi. Majd siessen. Semmi. Nem értem, mindig olyan moróz. Jaj, megszokhattad már. Nem értem, mikor én érkezem, ő őrültem boldog, mikor itt vagyok, ő nyugszik, és mikor én távozom, ő mindig moróz. Jaj, megszokhattad már, ilyen a természete. Itt a kisasszony joghurtja. Jaj, köszönöm, Berti. Egy evet nem tetszik. De nekem még egy kávét és a kisasszonynak még egy limonádét. Jaj, nem, darling, már eleget ittam. Még szerencse. Sietek öltözni, mert itt hagy a gép. Úristen, ha lemaradnál. Egyéb se kellene. Az lenne rémes. Rémes? Az nem kifejezés. Mit mondtál, mikor is jössz legközelebb? Hétfőn érkezem, darling, és szerda este kell vissza. Aha, szerdán. És hány órakor? Helyi idő 18 óra 30, darling. Helyes, helyes. Helyes? De miért kell neked ezt úgy feljegyezni? Hát, hogy ne legyen torlódás. Torlódás? Hát igen, tudod, hogy a munkában, hogy amikor te itt leszel, akkor szabad lehessek. Á. De tudod, hogy mindjárt elkésel? Ó, a kávé. Köszönöm. Berti, ugye fog gondoskodni ő rám, míg én nem leszek? Fogok, számíthat rám a kisasszony. De igazán az úr az igazán elboldogul nélkülem is. Embernyi ember már. Igen, ő embernyi ember, de minden embernyi gyermek, minden férfi. Gyerek, mondjuk, nagy gyerek. De hát, hogy minden férfi milyen, én ezt nem tudhatom, kérem. Foglalkozzon saját dolgával. Az úr egy valóságos csoda. Én csodálom magát napról napról meg, hétről hétre. Jól van, értékelj ki az egyéniségemet odakint. Látod, hogy csodál téged, darling. És még mindig, egyfolytában. Na. Csak ne vigyál aztán túlzásba, mert a végén szerelmes lesz az én darlingomba, és én akkor féltékeny leszek, ám. Ó, ne tessék félni, a szerelem nem azért szórtom. Hát, megyek öltözni. Nos, Amerika repül. Mint látja. Hát, akkor mit tetszik parancsolni? Az úrnak megvan a maga menetrendje, a menetrend meg igazolódik az étrendhez. Változatos, az van nálunk. Az van, várjunk csak, hogy is. Fél egykor megjön Jacqueline. Jacqueline! Úgy van. Hát én nem tudom, hogy maga hogyan tud átkapcsolni, csak úgy hirtelen, de mondhatom, ez nem személyzetnek való élet. Majd csak ezt nem mondanám mindig. Jó, tudom, nem személyzetnek való élet, tudom. Na jó, hát hogyha tudni tetszik, akkor rendben van. Akkor mit tetszik parancsolni ebédre? Én tudjam, amit jónak lát. Egy kis zsenge, spárga. Nem, múlt héten is az volt. Hát, vörös pecsenye roston. Ó, és vacsorára egy kis borjusült. Na, borjusült, ez jó ötlet. Gyenge hagymával. Nem, nem.
Mi? Hagyma nem kell? Nem, nem. Hát de hiszen szeretni tetszik. Se hagyma, se borjú, a most nézem vacsorára már nem Jacqueline, hanem Judit lesz itt. Ó, hát miért nem tetszett előbb kezdeni? Savanyú káposzta, meg 8 pár frankfurti virs. Remek, remek. Tetszem, darling? Jaj, nagyon tetszett. Te vagy a világ legszebb stewardesse. De most itt az utolsó perc. Még van 2 percem. Tudod, milyen örömöm van nekem? Az, hogy elmégy? Jaj, dehogy. Áttesznek egy új gépre. Na hát. Igen, egy szuperlökhajtásos gépre. Delt a szárnyak, 4 Rolls-Royce turboreaktor, 10 000 kilós lökés, fantasztikus sebesség. Na hát ez nagyszerű. Igen, nagyszerű, és különösen nekünk, darling. Nekünk? Hát én nem tudom, hogy mit segít nekünk az a 10 000-es izé. Hát azért, mert ez sokkal gyorsabb gép, és ezért többet lehetek itten. Ó, vagy úgy, hát... Nem is örülsz? De, hogy ne örülnék, csak hát ugye nem szabad ennek előre örülni, hát ugye elvégre nem holnap lesz, ugye? Hamarosan, darling, hamarosan. Hát, addig is el sietnék, mert itt hagy a gép. Jaj. Jaj, úgy imádlak titeket, de téged jobban. Valami Kasten úr van itt. Kasten? Á, Robert Kasten, engedje be! Régi diák cimborám, annó egy városban nevelkedtünk. Úgy? Ő volt a város legkedvesebb embere. Robert, szervusz! Bernard! Mi újság? Mesélj valamit. Hát én? Hát veled mi újság? Te mesélj. Én meg vagyok, mint látod. Hát én is meg vagyok, mint látod. Bernard? Ugye? Hadd mutassam be Robert Kasten. Igazán örülök. Hát még én. Janet Hawkins, amerikai, mint látod. Az American Airlines-nál dajkálja az utasokat. Bernard, elfelejtetted a legfontosabbat. Igen, mit is? Hogy én lenni neked mennyasszonyod, darling. Hát igen, Janet az én mennyasszonyom. Hát igazán büszke vagyok rá, önre is, kedves Janet, de hát te mindenképp meg kell hagyni, hát azért van gusztusod, haver. Egy angyal. Magának nincs mennyasszonya? Nem, nekem nincsen. Én olyan vidéki vagyok, kérem. Én most már tudja, igazán mennem kell. Már ugye nem miattam? Jaj, nem, repülök el innen. Már hogy én? Ja, hogy repül el. Maga itt marad most Párizsban? Igen, úgy terveztem, hogy... Rendben van, akkor magára bízom az én kis Bernardomat, még visszarepülök. Örömmel vállalom. Jaj, örömmel vállalom, látod? Viszont mennyi, mert tényleg itt hagy a gép. Csak még egy csókot. Megengeded? Jaj, hagyja. Kérem. Goodbye, Robert. Viszlát. Ez aztán igen. Kedves barátom, tényleg nagyon büszke vagyok rád, csuda csinos nő. Az. Na de mesélj, mi jóban jársz, mit innál? Na, csak azt, amit te. Azt a... hát mi ez a látvány, hiszen egész Párizs a lábaid előtt hever. Hát nem mondom. Nem mondod. Még mindig az a szorgalmas kis építész vagy, ami ezelőtt? Mint a hangya. Na de mesélj, mi jóban jársz? Mi jóban járok, hát amikor elmentél éből, akkor azt mondtad, hogy hogyha Párizsban jársz, és itt akarsz letelepedni, akkor szólj nekem. Na persze. Tessék? Na persze, igen, folytasd. Hát szóval most itt vagyok. Hogyha lenne esetleg valami kapcsolatod, nagyon fontos lenne. Lehet, hogy megházasodok. Vagy... Megnősülsz. Hát igen, meg is. Hát olyan jól tartod magad. Hát jó van, te is nagyon jól tartod magad, aztán mégis nősülsz. Én ugyan nem. Már miért nem? Hát az amerikai, az a Janet. Nem azért a mennyasszonyod, hogy egyszer majd elvett feleségül? Nem. Barátom, ha nősülni akarsz, nősülj úgy, mint én. Miért te hogyan nősülsz? Sorozatban, barátom. Melegen ajánlom a poligámiát. Poligámia a házasságok királya. Hát én úgy tudom, hogy a... Királyok házassága. Hát de ki ne akarna király lenni?
voltam, de mással ébredtem, később már mást néztem, göndörre éheztem. Sajnos napról napra így változik, ó, az ízlésem. Te meg az ízlésed, az. Tudod mit? Velem. Több asszony, több gond. Jaj, de nem is kell több asszony, csak több mennyasszony. Élvezheted a házasság minden előnyét, hátrányai nélkül. Soha háromnál több mennyasszonyom nem volt. háromnál több. Egyel is épp elég bajod van, nem vagy hárommal. Nézd rám, barátom, semmi bajom. Fő a szervezés. Először is, az én lányaim mind dolgoznak. Olcsóbb fenntartani három dolgozó hölgyet, mint egyet, aki ott hagyja érted a munkát. Na de várj, mi az, hogy a szervezés? Hát nézd, tessék, itt a menetrendben, nézd bele. Menetrend? Mi az, hogy menetrend? Hát menetrend. Aha, jó. Érted már? Nem. Aj, pedig roppant egyszerű, minden nagy találmány. Csak eddig senki nem gondolt rá. Az én mennyasszonyaimat mind a légiutas kísérőkkel válogatom össze. Ezek már válogatott lányok. Ezeket a felvételén. Hát az igen. Felvételén selejtezik. Az elődöntőben rostálják. Én már csak a válogatott keretből válogatok. Hát azt nem mondom. Viszont egy dolgot kell szem előtt tartani, hogy különböző légitársaságoktól és különféle útvonalakról keresd a lányokat, ahol nincsen csatlakozás és soha nem találkoznak. De tényleg ez az egyetlen kikötöttség. Hát nem mondom, elméletben nagyon jól hangzik ez az egész szisztéma, de majd meg ez a fene, hogy gyakorlatban is lássam ezt az egészet. Mi sem egyszerűbb, öregem. Ide foglak, érezd magad otthon, felveszlek a mesteriskolámba. Én majd dolgozom, te majd csak figyelsz, hogy is. 10 perc múlva száll föl Janet, és 4 óra múlva lesz itt Jacqueline. Jacqueline? Jacqueline. Az Air France-nál dolgozik, valóságos kis bizsú. Majd meglátod, itt ebédel. Itt ebédel? Hát ez nagyon ki van számolva, nál csoda, hogy bele nem zavarodsz ebbe a jövésmenésbe. Hát ez szervezett jövésmenés, barátom. Itt matematikai pontosság uralkodik. Semmi zökkenő, semmi probléma. Tökéletes poligámia, meghitt házas élet. Megbízható házikoszt, vendéglátói kedvesség. Itt nincs egyhangúság, sem az asztalon, sem az ágyban. Tökéletes szisztéma. Hát tökéletes, döbbenetesen tökéletes. Szívesen megtanítom neked is. Nekem nem köszönöm. Tudod, én más fajta vagyok. Te persze, neked egyszerű, te olyan virtuóz vagy, de én egyáltalán nem. Aj, barátom, mondom, semmi gond. A menetrend az menetrend, csak rá kell bíznod magadat. És mi van, hogyha valamelyiknek megváltozik az útvonala? Olyan nincs. A légitársaságoknál olyan szigorúan megvannak szabva az érkezések és az indulások, mint a katonaságnál. Úr, velünk ebédel? Igen, velünk ebédel, és ide száll. Ide száll? Oda. Igen. Mármint hova? Hát, mármint oda. Aha, értem, és melyik szobába? Azt majd meglátjuk. A csomagjait? Azt ott hagytam az állomáson. Jó, majd később elmész érte. Majd később elmélyek érte. És mikorra parancsolják az ebédet? Hát a Mihály Zsáklén kisasszony megérkezik. Aha, és ebből nem tudom, hogy hánykor. Miért érdekli az magát? Hát a hús miatt. Hogy majd szólok. Jó. Majd elfelejtettem, a levelek között van egy Janet kisasszonynak Amerikából. Köszönöm. Na, ezt most már csak akkor kapja meg, mikor újra ő lesz a soros. Igen. Szóval tetszik nekem szólni. Jó, majd szólok. A hús miatt. Lesa, le is száll a gépe, de hogyha már hátszeret kapott, akkor már lenn is van. Hát remélem, hogy hátszeret kapott, mert én már oda raktam a húst. Ez a nő. Nem megbízható? Azt nem mondhatnám, csak hát ilyen, folyton morog. De hidd el, kell egy ilyen házi bútor. Ja, hát igen. Mintha inna. Na de, ez az állandó hintapalinta, hogy az egyik startol, a másik meg már landol, hogy ez nem túl kockázatos, úgy őszintén.
Könnyen lehet az, hogy egyszerre kettő akar Párizsban éjszakázni, nem? Mondom, hogy az lehetetlen. Vasfegyelem uralkodik a légitársaságoknál. De ha mégis előfordulna, akkor hát az egyiket fognám, elvinném vidékre, mit tudom én például Saint-Germainbe, a másikat pedig itt hagynám Bertével, aki megmondja, hogy vidéken kell éjszakáznom üzleti ügyekben. Húha, hú, te aztán nagyon becsületes vagy, de engem nem tudnál meg... Szóval, nagyon becsületes vagy, de nem, én maradok a jó öreg egylóerős házasságnál. Nincs igazad. Bár majd meg ez a fene, hogy lássam ezt a napóleoni manővert. Hát megfogod, barátom, Mihály Jacqueline ideért. Nem hagyott ezt a szanaszét? Valami árulkodó jel? Nem, engem ezért fizetnek. Csak is ezért, én csak végzem a kötelességemet. Úgy. Ja, Amerika kivonul, Franciaország bevonul. Nos. Hogyha Jacqueline kisasszony ma csak ide-oda menő vendég, akkor nem fontos most megágyaznom, ugye? Mindenre gondolom. A belső szobát meg csak akkor takarítom ki, mikor ő elment, és Németország mikor bevonult volna. Remek, mindenre gondol. Attól függ kinek, mert nálunk a munkabeosztás nem könnyű, kérem. Nagyon akkurátus. Az, folyton morog, de ahogy mondtam, kell egy ilyen... Házi bútor, megőrít. És nem hagytam szanaszéjjel semmit. Helyes. Ja, helyes. Nos, ami ma itt van, az egy kötéltánc. Azaz, kötéltánc. Ja. Fő, hogy meglegyen a nemzetközi egyensúly. Ja, amikor a kisasszonykáknak ilyen tranzitos napja van, egy-kettő gyorsul a ritmus. Ne engedj el, erősen szorítsd meg a kezem. Ne engedj el, ha elenged, szétrepülünk. Ne engedj el. Édes kis Jacqueline-om. Képzeld, kis hián nem jöttem. Jaj, ne beszélj. Hadd mutassam először barátomat, Robert Castent. Hoztál Isten! Hát, igen. Igazán nem szeretnék zavarni, én megyek is. Dehogy zavar, én boldog vagyok, hogy itt találom, és hogy végre megismerhetem Bernard egyik barátját. Úgyis olyan zárkózott, alig van barátja. Jaj, adj valamit innom, édes, és neki is. Nekem egészen is. Kikészültem. Ha az ember ezt a párizsi napsütést látja, el nem tudja képzelni, hogy másút micsoda pocsék idő van. Képzeld, majdnem ott rekedtem Berlinben. Köszönöm. Micsoda köd, és micsoda hideg. Na, fő, hogy itt vagyok. Jó fiú voltál. Jaj, hát drágát, hogy kérdezhetsz ilyet? Mondta Bernard, hogy összeházasodunk? Ó, hát annyi mindent mondott. Annyi mindent mondott, hogy... Hogy ezek után csalódott? Nem. Ezek után oly kevés, amit mondott, ugye? Ez igazán nem volt szép tőled, édes. Ne jázd meg magad, öregem. Ide fogtam, hogy lakjon itt, éppen lakást keres. Igen? Hát nagyszerű. Akkor legalább elszórakoztat majd téged akkor, amikor én nem vagyok itt. Úgyis folyton panaszkodsz, hogy olyan sok időre egyedül hagylak, és igen. Elmegyek. Amikor elmész, egész elárulok. Figyelj csak, Berték kogyvasztott valami ebédet? Igen, rögtön tálal. Na jó, akkor én megyek és kezet mosok, és akkor gondolom, hogy utána ebédelhetünk is. Egyébként 3-kor repülök tovább Kairóba. Igen. Jó, és még valami, tudod mi újság? Üzembe helyezik a Super Caravelt, az gyorsabban jár majd, így akkor aztán többet láthatjuk egymást. Jaj, hát ez nagyszerű, csak ne felejtsd el megadni a menetrendet. Dehogy. Hú, hallod? Hogyha a repülőgép gyártás ilyen gyorsan felgyorsul, akkor
Percről persze gyorsulna át a ritmus. Haj, ne aggódj, nem megy ez már a holnapra. Hát nem úgy tűnik. Na de... Igen, tessék? Á, te vagy az már Liebchen, Judit Frankfurtból. Haló? Igen? Micsoda? Elcsúszás? Hét helyett 11-re érsz ide? Jaj. Én is téged. Csókollak, Liebchen. Csókollak. Kérem, uram! Viszont hallásra. A legjobb kor jött. A káposztát és a virsit töröljük. Mi van, defektet kapott a német? Valami olyasmit. Jó, hát csak hogy a káposztát most már megvettük. Jó, az lenne a legnagyobb bajunk. Jaj, nem azért mondom, kérem, de ez nem személyzetnek való élet. Ez aztán nem. Ah. Még valamit akartam mondani az úrnak, de elfelejtettem. Jó, majd eszébe jut, visszajön. Jó. Nagyon akkurátus. Az. Ja. Nem csenget a telefon? Nem. De, nem. Miért? Nem engem kerestek? Nem, nem. Miért? Hát azért, mert lehet valami változás a menetrendben, tudod, a légköri viszonyok miatt. Egyik, másik gép nem tudott leszállni, vagy elkóvájgott, és akkor engem hamarabb hívhatna. Nagy elcsúszásra számíthatsz? Á, nem, nem, nem. Mondjuk olyan 3 óra helyett 4 órakor szállok fel. Akkor jó. Ne haragudj, de miért mondtad, hogy akkor jó? Hát, hogy akkor jó, mert mondjuk egy órával többet láthatnak. Jaj, de édes vagy! De nem engem kerestek? Ki telefonált? Biztos nem valami nő? Na, no. Oh, no, 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 mire gondol? Hova gondolsz? Ugye? Tudod, hogy imádlak. Na, jó, azért mondom. Hát ez meg mi? 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 Ez a levél itt, Miss Janet Hawkinsnak címezve. Hát nem tudom, én nem kaptam ma semmiféle levelet. Há, jó, csak hogy a levél itt van. Hát, de... Mert van, mert... tudom már, mit akartam mondani a mérnök úrnak. Jó napot, kisasszony. Hogy van, Berti? Hát, csak úgy, mint rendesen jönnek, mennek. A napok. Jó, mit akart mondani? Csak az, hogy készen van az ebéd. Jó. Remek, remek. Mondja csak, Berti. Tessék parancsolni. Mi ez? Levél. Azt látom. Miss Janet Hawkinsnak címezve. Ismeri? Most hallom először. Na jó, de hát mégiscsak itt van ez a levél. Mondom, hogy fogalmam sincs róla. Na de hát itt van a levél a kezemben. Ó, tudom már. Itt járt a házmester. Azt mondja. Ide került egy Missnek a levelé tévedésből. Itt lakik a házban. Fű. Na, remek. Ez meg van fejtve. Meg van fejtve, de milyen bravúros. Hát, megbocsájt a kisasszony, a... mérnök úr is. Szóra se érdemes. Hát, hogyha ide tetszik adni azt a levelet, akkor én most azonnal le is szaladnék vele. Tessék, tessék. Na, szóval akkor mondom, akkor terítve be az asztal, tálalva az ebéd. Hát remek, remek, hogy ez a Berti mindenre gondol. Úgy vezeti házat, mint valami mama. Ja, sok lányos mama. Na, induljunk, a francia konyha van. Megy ez, mint a karikacsopás. Hát, lesz menni, van mindig egy nő, akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem. Viszont van ott mindig egy lány, aki annál többet ér, rám hagyná az ég, megint úgy érzem. Megint ez van, mindig az, hogy száll a hírem, én meg messzebb nem megyek. Nem is tudok. Egyre többször van az, hogy rajtam múlik, csak hogy a jó megoldást most már bennem keresem. De ott a kígyó lakik nékben, s addig lesz nő. Itt
úgy Berti a személyzet. Á, hát a Judit kisasszony beszél. Most tetszett leszállni Párizsban. No, tessék. Mondom, na tessék, megvan az öröm. Hogyne? Hát boldog lesz az úr. Hogy a kisasszony előbb ide ér? De mennyire? Hogy? Meglepetés? Hű, hogy ezt a meglepetést tetszik tartogatni az úrnak? Á, na tessék. Csak ez hiányzott. Ó, mondom, csak ez hiányzott a boldogságunkhoz. Hát még az úr. Most rögtön? Most? Hű, viszont látásra, kisasszony. Micsoda tempó. Micsoda tempó. Hát ez nem személyzetnek való élet, ez aztán nem. Csingiling. Ó, szép napot, kedves Berti, csak én vagyok. Na, ugye, azt megint... látom. Azt látja. Én vagyok. Tessék befáradni. Tudja, sorba kellett állnom a csomag megőrzőnél. Hát nem is hiszem el, hogy mennyi ember volt ott kint. Azt sem tudom, hogy honnan került ide ennyi ember. Hát érti? Nyilván vidékről jönnek. Már, bocsánat? Igaz, és most telefonált a német nő. Már hogy? Hát valamivel korábban érkezik. Korábban? Hát mondjuk az nem gond, mert Jacqueline már pár perce ég és föld között lepeg. Jó, jó. Csak most ez a német, ez most 3 napig ráér. Ezt a meglepetést tartogatja az uramnak. Az uram? Bármint, hogy nekem. Jaj, nem az úrnak, az én uramnak. Ja, hogy önnek ura is van. Hát Berti, hát mondja azt, hogy érti, hát én úgy... Na. Nem az én uramnak, hanem a gazdámnak. Ja, hogy a gazdájának. Hát akkor még nem ezt mondja, de most mennyi a péntek van, hétfőn jön. Hát ez az, hétfőre visszaér. Igen, hát akkor... Jeanette az amerikai. Miért baj az, hogy jön a Freiline? Hát jaj. 3 napig ráér, ezt a meglepetést tartogatja az uramnak, éppen ebbe a pillanatban mondta. Ja, igaza van. De ez nem gond. Hétfőig bőven ráér Bernard, hogy valamit kitaláljon. Azt mondja meg nekem, hogy én hova fogok beköltözni. Hát, ahol tetszik. Ahova? Hát akkor én oda költözök be. Csak nyugodtan. Jó. Tessék bepakolni oda a cuccot. Csak nagyon gyorsan vigye el innen, mert én nekem ez itt útban van. Hát ön aztán nagyon kedves. Én nem. Engem ezért fizetnek. Én csak végzem a kötelességemet. Van elég bajom ezzel a háztartással, én nem érek rá még a vendégekkel is bajoskodni. Csak aztán, tudja, berakodnék én magam is. Csak tudja, kislánykoromban azt mondta az orvos, hogy az édesanyámnak, hogy vigyázzon, nehogy megemelje magát az a kislány. Mármint, hogy én. Hát kérem, én azóta is vigyázok, de nagyon. Ha jól belegondol az ember, hogy elkopik, és hogy elnyüstölődik a test. Tetszik érteni? Hogy ne érteném? Na, csak pakolja be ott a szekrénybe a cuccot, aztán én majd este kipakolok. Hát, jól belegondol az ember, minden kopik. És kopik az egész mindenség. Hát én is kopok, meg a gazdám is. Előbb-utóbb maga, engem is, meg magát is a föld alá tesznek, hát nem igaz. Aj, tudja, maga valami csudavidám nő, hát majd eléri a milyen vidámság. Milyen jó, hogy meglátják egy személy, és egy személyzet lelki életét. Azaz, a lelki ismeret életét. Ugye? Ez aztán az öröm. No.
Na, szóval a... Nagyon jó volt önnel beszélgetni a viszontlátásra. Mi? Tám megmondta az úr a szavamat. Ha, nem, egyáltalán nem. Semmi ilyesmiről nem volt. Jaj, hát én tudom. Akkor szokták mondani egy személynek, egy személyzetnek, hogy a viszontlátásra, mikor megelégelte a szavát, és azt mondanák leginkább, hogy erígyja. Francban. Nem, egyáltalán. Berti, nem, egyáltalán. Tudna adni egy kis jeget? Nem. Hát aztán miért nem? Hát azért, mert bedöglött a frigider. Aztán a jeget meg leshessük a likot. Jó, hát így már értem. Hát az úr is üzletember. Hát, nem igazán. Úgy immelámmal. Úgy, mint az úr? Nem. Teljesen más tip. Hiszen üzlet van ilyen is, meg olyan is. Az úrnak nősnek tetszik lenni? Nem, még nem. Meg kéne nősülni az úrnak, amíg nem késő. Hát azért csak van még pár jó évem, ugye, kedves Berti? Hát hamar utoléri a vénység. Hát de miért? Hát ő... Hogyha tudni akarja, én megnősülni meg akarok, de majd kicsit később. Ja, ezt szokták mondani. De jól tenni az úr, amíg megnősülni, amíg nem késő. Mint már mondtam, akarok megnősülni, de még nem. Az ön ura is már régóta nagyon is benne van a korban, de mégiscsak még van ideje megnősülni, nem? Ó, az olyan legénykedéshez aztán... Igazán masszívnak kell ám lenni. Hát, na már megbocsásson, de azért mi az, hogy nekem nem érti? Ilyen nem van-e? Hát meglátszik, azt kérem, csak így ránézésből. Hát, na jó, van, elmegy maga a francba. Hát. Jaj, ide gyűn vidékről, aztán adja a bankot. Liebling! 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 Judit kisasszony! Jaj, Bérta! Hát ma meg is tetszett jönni. Ja, Valis, nem is tudja, milyen boldog vagyok. Én is milyen boldog. Az úr nincs itthon? Nincs. El kellett mennie üzleti ügybe. Meg aztán tudhassa is az úr, hogy a kisasszony jön, de addig, amire telefonált, el tetszett menni már nem azért. És jó kedve van. Az van neki, de még milyen jó kedve van neki. Jaj, Berta, mondja, szerető engem annyira, mint én szeretem őt. Hát én azt nem tudhatom, kisasszony. Hát nem beszél ő én rólam, mikor én nem vagyok itt. De beszél, hát hiszen folyton magáról beszél, mindig csak a Judit kisasszonyt várja. Jaj, hát én tudja, Berta, hogy én imádom őt. Hát ő is imádja magát. Jaj, Berta, tudja maga, hogy én most 3 napi hosszat maradhatok. Hát ez mi bomba szerencse? De, bombának bomba. Jaj, és ő hogy fog örülni? Hát ő azt igen. Jaj, Berta, olyan jó újra itthon találni magamat. És ő hogy van? Hát ő is, hogy is mondjam. Hontalan? Hontalan, fején tetszett találni a szöget. Ja, hontalan. Ja, én is mikor vagyok távol, sokat gondolok ám a mi kis otthonunkra, ahol vár az én Bernardom. Ez az. De hát az ilyen dolgokról nem szabad beszélni. Az ilyen dolgoknak a szív fenekében kell maradni titokban. Ja, úgy is van, kisasszony. Nem is szabad belekeverni ezeket a holdakat, meg mi egymást, meg csillagokat. Jaj, Berta, de magának erről beszélhetek, mert magam megért, mert maga is egy nő, mert maga is nő. Aha, méghozzá személyzet. És tessék elképzelni, hogy egy személyzetnek senki nem kérdi a véleményét, és semmit nem beszél ki. Mert egy személyzetnek senki sem kíváncsi a véleményét. Jaj, Berta, magam más! Én nem.
De igen, Berta, maga más. Azt tetszik gondolni? Én érzem itt biztosan maga a házi tűzhely őre. Egy Vistas. No, ez csak olyan beszéd, ugye? Jaj, dehogy is beszéd, hát ez az igazság. Hát akkor szívből sajnálom a kisasszonyt, mert nagyon sok észtorult a kisasszonyban. Még sokan. A tiszta érzés, én vagyok az érzés személyesen. Tessék abba hagyni ezt a sok érzést, tessék tartogatni ezt itt mind az uramnak, mire hazaérkezik. Jaj, Berta, köszönöm. Én milyen boldog vagyok. Milyen boldog, én is. Milyen boldog vagyok. Oh, ez azt igen. Living! Hergott! Pardon! De kérem. Pardon, megbocsásson nekem az úr. Nem, semmi gond. Kérem, sőt, kérem. Mi, Zola, mit kérés maga itt én nálam? Hogy én önnél? Ja, jól. Hát talán ön én nálam, mármint, hogy Bernárdnál, mármint, hogy én Bernárd barátja vagyok, ezt talán nem is mondtam. Alles Gute önnek. Örvendek. Hogyne. De maga... Ön talán, Judit? Maga mit keres itt él nélküle? Ja, felejtettem el üzleti ügyek. Épp azt akartam mondani, hogy... Ja, felejtettem üzleti ügyek. Igen. Jaj. Hát sok mindent elfelejtettem. Na de én igazán nem akarok zavarni. Hova gondol? El vagyok ragadtatva. Hát Bernard beszélt már én rólam. Hát teljesen el vagyok ragadtatva. Csak azt kérem, ne mondja neki, hogy én magát csókoltam. Jó, csupán csak véletlenül. Igen, véletlenül, de akkor is csókoltam, és nem akartam, nem akarom, hogy Bernard azt gondolja, hogy én... Jó, nyugodjon meg! Hogyha nem is véletlenül történt volna az a csók, akkor se tudnék mit mondani. Én sajnos már el is felejtettem. Jaj, maga egy gentleman. De az igazat megvalva, én úgy gondolom, hogy ezt az egészet így ez az egész egy kicsit úgy jutalmat érdemel. Jutalmat? Hát mondjuk egy csókot. Hát azt a csókot már el is felejtette. Persze, hogy elfelejtettem, épp azért kéne még egy, hogyha a módot adna ismétlésre, értik ezzel, ismétlésre? Ez részemről szörnyű volna. Az én botlásomra nem lenne mentség. Az én lelki ismeretem hányna örök életembe szemeimre. Jól van, azért azt nem kell úgy eltúlozni. Mégiscsak egy csókról van szó. Akkor maga miért kitált mellette? Mert olyan jó volt, és mégiscsak egy csókról van szó, ugyebár... Ez lenne a második. A második, persze a második. A második az el van felejtődve. Én egy csókot kérek, mint messziről jött vendég. Ez a csók csak annyit jelent, hogy Isten hozta. Bocs, hogy érted, döglök tényleg. Bocs, hogy nem vagyok egy sztár. Szívem, bocs, hogy csak érted kalapál. Bocs, hogy nem vagyok egy filmsztár. Francia, ki ezt ők? Ő meg elragadó, de úgy tűnik, hogy nincs esélyem. Tudja mit? Én úgy látom, hogyha Amerikában lennénk, ő már régen megcsókolt volna. Már minden hátsó szándék nélkül.
Hát meg kell hagyni. Nagy ország, nagy nép. A német is nagy nép. Persze, nagy nép. Aztán egy szava se lehet ezután. Hova? Ne. Hát most ön elhagy engem? Nem elhagyom, hanem itt hagyom. Mert magát képes engem arról meggyőzni, hogy az amerikai mennyasszonyok 25-ször szokták elkoncsokolni az ő vőlegényük jó barátját. Hát nem, mintha nem így lenne, de ezt csak azért mondja, mert fél, hogy... Nem félek, de így szigyelem magam. De tudja miért? Azért, mert fél, hogy meggyőzöm. Lehet, nem, de a maga kezében erős aduk vannak, mert maga Bernard barátja, és maga tréfás, és jó nekem vigyázni. Au wiedersehen. Hát de... No, hát megint itt vagyunk. Visszajöttem. Jacqueline. Hát igen, amint látja, várható volt, megtörtént. Áthelyeztek a Super Caravanre. Igaz, hogy az csak holnap lép üzembe, nagy avatás lesz. Azután rögtön indulok. Hát az igen. No, hát nem is örül, hogy lát? De hogy, hogy ne lát, hogy ne örülnék neki, hogy látom önt. No, hát aztán akkor... Együtt lehetünk egész este, itt tölthetem az egész éjszakát Bernárddal. Hát nem is tudom, ugye épp most mondtam, mennyire jó lenne vidéken éjszakázni. Ugye, bár vidéken. De minek menjünk oda? Hát oda vagy máshova. Remek lenne, nem? Egy kis környezetváltozás. De mikor olyan jó itthon? Hát de persze, hogy jó itthon, de itt mégiscsak vidéken, amikor olyan friss a levegő, érti, hogy így át, zúg a tüdőnkön, ez az annyira finom, kár lenne kihagyni, menjetek egyből most. Nem, én azt szeretném, hogy itthon töltsük az éjszakát. Nálunk, itthon, azért, mert olyan ritkán lehetek itthon, és tudod, amikor végre alkalmam van, akkor én szeretném kihasználni. Jó, de hát... Bernard... Vacsora után elmegyünk, 11-re ott leszünk. Már vacsora? És vidéken kell. Mi lehet, mi bajod, nem olyan sürgős. Nekem nincsen... Semmi bajom, csak azt mondom, hogy már vidéken kell vacsorázni is, ugye? Maga nagyon kedves. Jó barát, igaz öreg fiú. Jobb, mint gondolod. Szóval, érted? Persze, de vidéken, ott olyan idilli a lugas alatt, tetszik érteni, na, menjünk. Én igazán azt szeretném, hogy itthon maradjunk, én nem értem. Az érzésem, hogyha itt alszom, akkor terhetekre vagyok. Dehogy, hát hogy gondolod ilyet? Hogy képzelsz ilyet? Ő csak a javarat akarja. Igen? Na, jó, hát akkor, hogyha ő gondoljátok, akkor megyek, és én kifestem magam, jó? Mármint, hogy... Hát, hogy bemennék, és akkor kifesteném magamat, hogy elkészüljek. Jacqueline, hát, ön olyan gyönyörű, hogy egyszerűen nem... Nem kell úgy jelenkezni a lányokkal. De kell. Mi az, hogy de kell? Igen, mi az, hogy de kell? De kell, Jacqueline, igazán sajnálom, de... Itt nem, ennyi, hogy nem. Tetszik érteni. Hát de engedd már be a szobánkba. Ne, de Bernard, ez annyira kényelmetlen. Te magad mondtad, amikor én ide költöztem, te magad mondtad, hogy hát nincs itt Jacqueline, akkor inkább a legkényelmesebb szobát ajánlom fel neked. Ezt? Hogy nagyon jól érezzem magam. A mi szobánkat? A mi szobánkat? Ez önök szobáját. Ezt mondtam volna. Ezt. Szó szerint! Nem, figyelj, én azt mondtam neked, hogy a te szobád az majd... Ne, Bernard, nézd a szemembe. Mondd a szemembe, hogy én hazudok. Nem. Micsoda? Nyilván nem, csak összetévesztetted a szobákat. Ez itt az enyém. Illetve Jacqueline és az enyém.
Épp ezért mondtad, hogy ez Jacqueline és az én szobám, épp ezért érezzem azt, hogy hú, de jó, hogy ezt én magam megkapom. Na ide figyeljen maga, egyáltalán nem valami kedves. Aj, kedves Jacqueline, most figyeljen rám, én nagyon ilyen... Én nagyon ilyen gyermeteg lakásban éltem, érti, hogy én ezt nem tudom így hirtelen, kim vannak a fehér neműim, csak nem akarom beengedni, tetszik érteni. Na jó, ha maga ennyire makacs, furcsa hát barátaid vannak, hallod? Mi lehet, mi bajod? Mi bajom? Hát a németkéd, a Judit, az a bajom. Szerinted mi a bajom? Hát miért aggódsz érte? Tudod, telefonált, hogy csak 11-re jön. Igen, telefonált, hogy csak 11-kor jön. Utána meg telefonált, hogy korábban jön. Na és mikor? Mikor? Figyelj oda, ott. Na, abban a szobában ott van már. Micsoda? Miért szóltál, te hülye? Én vagyok a hülye! Én már 10 perce azt mondom, hogy menjetek már el vacsorázni, de hát te nem. Te azt magyarázod, te most akarsz itt spurkodni, te akarsz itt mindenképpen itthon vacsorázni. Jó, de hogy találtam volna ki? Mert te nem is figyelsz rám, nem. Mert úgy gondolod, hogy én valami áruló Júdás vagyok. Jó. Jó, mi az, hogy jó? Nem, hogy azt mondanád, hogy köszönöm, hogy próbálok itt megmenteni téged. Pont leszorod az egészet, de tudod mit? Én elmegyek egy hotelbe, aztán te meg csinálj, amit akarsz. De... Boldogulj a háremeddel, ahogy tudsz. Kérlek, nyugodj meg. Könyörgöm. Igen? Őszintén. Ne legyek ideges? Ne legyél ideges. Ne legyek ideges! De most, hogy ne legyek ideges? De most te itt akarsz, ne hagyj itt engem, barátom, könyörgöm. Te ebben a helyzetben. Elég volt. Könyörgöm. Őszintén? Őszintén. Bocsánatért. Bocsánatért? Bocsánatért. Jó. Akkor maradok. Köszönöm szépen. Most mit csináljuk? Ilyen még soha nem fordult elő a praxisomban. Soha. Amit bent? Hát a praxisomban. Ez amúgy nem túl bonyolult. Tudod mit? Én figyelek... Kire? Juditra? Jacqueline-ra fogok figyelni. Ugye pillanatokon belül el fogom vinni Saint-Germain-be. Te pedig a másik lányt fogod. Hát ugye... Nem, várjál, legyen úgy, hogy én elviszem Jacqueline-t, te itthon maradsz Judittal. Holnap szájra bocsájtom Jacqueline, és utána minden rendbe jön. Szájra bocsájtod, de akkor bocsájt is szájra, mert a németke az 3 napig marad. Úristen. Jaj, hát te itt vagy! Igen, itt vagyok, most jöttem ebben a percben. Ja, én olyan boldog vagyok. Én is, csak hát... Az a baj, hogy újra el kell mennem. Csak nem. De sajna. Én akkor megyek te veled. Az miért belebeszél ebbe a te barátod? Hát azért, mert hogy... Na várjál, ti már ismeretek egymást? Hát úgy igaz. Bernard, én nem mehetek te veled? Nem, hát a munka, tudod, hogy van ez. Akkor kérem egy keveset elhagyni minket. Hogy én? Ja, vol, bemenni a maga szobájába. Én az... Ó, ja. Hát hadd maradjon, Robert elvégre jó barát, és úgyis mennem kell tovább. Ha, doh. Hát az úrnak meg is tetszett jönni. Ha, mint látja. Meglepte a Judit kisasszony, hogy korábban érkezett, igaz? Meg! Tetszik vacsorát? Nem, éppen most mondtam a kisasszonynak, hogy el kell mennem, viszont a Judit kisasszony a barátommal itthon vacsorál. Jó lesz, Libi. Te nélküled? Hát igen, de én is jövök, mihely is tudok. Akkor én nem akarok vacsorázni, én bebújok a kádba. Ízlifig várok majd te rád.
Hogy, jaj, na akkor de siessen. Én úgy imádlak. Tudod, hogy én most 3 napi hosszat maradhatok? Aha. Igen? Igen. Jó van, drágám, menjél fürdeni gyorsan. De miért gyorsan? Gyorsan, persze. Gyorsan. Én osztozok az önök örömében. És még osztozik az örömünkben is. Na, én is osztozom, kérem. Köszönöm. Jaj, mindjárt adok egy búcsúcsókot. Jó, akkor kérek egy kis előleget. Gyorsan. Miért gyorsan? Igaz is, miért gyorsan? Libling. Na szóval. Ő Isten! Ja, igen, tudtam, hogy szükségem lesz a puderre. Hát a kisasszony még itt van. Persze. Hát persze. Itt van mindenki. Aha. Ó, és hát én majd csak holnap repülök tovább. Holnap. Igen. És a kisasszony. Ő is itt van. Mind látja. Mi az, hogy is? Hát az úrral. Csak pihenjen. Az úrral. Mi van, rosszul jaj, van? Persze, hogy rosszul van. Hát, pici. Én is rosszul lennék. Ez valami sok. Ez nem túl sok. Ha szerinted se. Akkor az egészet adod el neki. Tessék. Köszönöm. Na hát ugye. Ez már tényleg sok. Ez már sok. Indulunk, megyünk. Igen, éppen, menjetek. Hát vidékre kajálunk. Szent ugye? Ebédelünk, vacsorázunk, meg találkozunk kell üzletfelekkel is, minden. Gyere, drágám, menjünk tudod gyorsan. Tudod mit? Nem. Én inkább itthon szeretnék maradni, én majd megvárlak téged itthon. Tudod mit? Engem majd szóval tart a te barátom. A barátom? Hát, az lehet. Hogy az lehetetlen. Miért? Hát, mert hogy én éppen megyek el, meg... Fáj a fejem, majd szétszakad, tudja? Hát az úr az azt mondta, hogy itt vacsorál. Persze, hogy azt mondtam, hogy itt maradok, de én meg utána azt mondtam, hogy el is megyek. Érte, jogom van hozzá. Na látja, meggondolta magát, joga van hozzá, ugye? Na, ugye? Ja. Na. Menjünk, drágám. Farkas ilyes vagyok. Csak egy pillanat. Jobban van, Berti? Hát egy kicsit. Megviselte az embert az a sok forgolódás. Na. Akkor mondja, hogy mit készített estére? Estére? Hát igen, úgy gondoltam vacsorára. Berti? A kisasszony az itthon vacsorál? Nem, elmegyünk. De mondta, az biztos, úgy, én is elmegyek, mindenki elmegy. A világ végére elmegyünk, így. Pontosan. Na, szóval, mi van vacsorára? Hát... Mondom, hogy nem megyünk. Káposzta meg virsli. Micsoda ötlet! Én nem tehetek róla, az úr rendelte. Hát más nincs itthon? Nincs, de a káposzta az prima. A virsli meg frankfurti. Remek! Gyere, drágám, már emlékszem, azért is akartam kimenni vidékre, mert tudtam, hogy itthon csak káposzta van. Hát de nekem meg azt mondtad, vagy én nem tudom, úgy értettem, hogy azért szeretnél menni, mert valami üzletfelekkel szeretnél találkozni. Igen. Nem baj, igen, indulunk, éppen indulunk. Ezért mennétek ugye tovább. Gyere, drága, menjünk farkas ilyesmény, majd megbeszélünk mindent mert, az úton. Mert hogy én itt ugye az ördögnek, akkor tudod, mit vacsora után hazajövünk. Robert, hát nem jön velünk, nem tart velünk. Én nem. Nem? Nem, én maradok. Hát önök mennek, én meg így látod, érti. Maradni akkor? Így maradok-e? Maradni nem, akkor. Nem, hát maga is elmenni készül. Nem. Oh. Marad. Drágám, marad. Én maradok. Gyere, menjünk, mert én elhalok. Tetszik érteni. Gyere. Jó, akkor a viszontlátásra hamarosan. Még csak azt kéne. Hol van, Berta? Mit hagytál? Ne, a kabátom. De miért a fürdőben? Úristen. Hol alá? Hol van, Berta? Kész a fürdővíz. Persze. Hogy ne lenne? Bér, mi van? Csöndesen, hát fáj a fejem, majd szakad. Majd széthassad. Jaj, majd adok én te neked egy Bayern aspirin. Én is kérek egyet. Ne fáradj. Jaj, én meg egy jó masszív Bayern aspirin. Ne fáradj. Majd én ápollak
téged. Jaj, nem kell azt úgy erőltetni, hogyha nem akarja. Na, én mit szeretett tőlem? Én azt akarom mondani, hogy én bebújok a kádba. És fetrengve várja. Igen. Micsoda? Van én? Igen, én bebújok a kádba. Jó van, búj be a kádba. Gyorsan, gyorsan. Miért gyorsan? Hát, mert elhűl a víz, mondjuk. És te nem akarsz elmenni? Nem. De, mindjárt, Saint Germainbe, gyere drágám, már lekéstjük a taxinkat. Gyere. Viszlát, kedves. Maga rosszul van? Abbe, hol? Ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon, nagyon rosszul, úgy... Szerintem fáj a feje, mennyiben vihar igen, lesz. Igen, igen. No, érezzük? Ha vihar lesz, akkor nem megyünk, akkor itt maradunk. Ha vihar lesz, akkor megvárjuk. Ó, dehogy nem, hát drágám, na csodálatos a vihar vidéken. Gyere, hagyjuk csak itt ezt a fejfájos népséget. Akkor a viszontlátásra hamarosan. Ó, hamarosan, viszont... még csak az kéne. A viszontlátásra. Az a lényeg, hogy... A mai éjszaka maradjatok ott vidéken, jó? Ja, hogy inkább a szemembe mond. Inkább alá, mint ide visszajönni. Meg őrülök. Hú, azt na, a hét meg a nyolcat. Tessen, tankoljunk egy kicsit. Mert csak most kezdődik a tánc. Hát, ez már kötélben. És az úrnak is a helyén van a szíve. Egészség. Meg önnek is ott tessen lennie. Na vajon ki az? Halló? Igen? Tessék, üzenet kitől? Miss Janet Hawkinstól. Na hál' Isten. Igen, tessék. Írom, nem írom, mert nincsen túl. Vihar a Garden és az óceán, Atlanti óceán felett. 22 órára Párizsban leszek. GNT? Mi az, hogy GNT? Nem érdekes. Hát jó, folytassa. Csókol, Janet. Ennyi az egész. Köszönöm. Na, tetszett hallani? Hogy ne hallottam volna. Most hát meg jön az az amerikai. Tankoljunk még egy kicsit. Én nem azért mondom, de itt nem könnyű személyzetnek lenni. De nem ám. Ide, férfi kell. Meginni, mert úgy használ. Hát, köszönöm. Bérta? Tessék parancsolni. Mikor mondta az úr, hogy visszajön? Hát, hogy mikor? Hát, ugye ő azt mondta, hogy... Én nem magát amikor... kérdezek. Én fordultam Bértához. Nos? Hát, az úrnak el kellett menni üzleti ügyben, és amikor... úgy elmegy, akkor lehet tudni, hogy mikor megyen el, de azt hát már nem lehet tudni, el, hogy mikor jön tudni, vissza. De utána ukk-ukk-fukk, hát az csak úgy... Ja. Várjon egy pillanatot. Köszönöm. Aha. Csak nem megitte, hogy ukk-ukk-fukk. Köszönöm, Berta. Várjon egy pillanatot. Na szóval, hogyha az a... Káposzta nem lett volna olyan savanyú, akkor akár még édes is lehetett volna. Micsoda? Mármint, hogy a vacsora. Tudja, így kettesben? Hát na, de kérem!
Mármint, hogy nehogy véletlenül félreértse, én... Ugyan! Maga azt hiszi, hogy én nem látok bele a maga nagy lelke fenekébe. Egész vacsorán keresztül maga adresszált nekem kacsintást. Én? Kacsintást? Mi is tagadja? Nincs is szemem, há hogy? Becstelenül kurizál a maga barátjának a vendégszerető háztetéje alatt. Maga úgy forog körül én nálam, mint nyílt lángnál éjj lepke. Tudja, hogy miért? Mert én a maga lelke körül égek. Lehet, hogy maga benne van az enyémben, de én nem vagyok benne a magájében. Good night! Na, ne, őrítse meg, nem. Még csak nem is tudja, hogy éppen miért hívtam ki önt ide. Na, szóval figyelj, de mit szólna egy kis kiránduláshoz? Egy kis túrával, hát itt, ide, ki vidékre, mondjuk... Vidékre? Ha mondjuk Saint-Germainben. Ezen az órán. Hát még nincsen annyira késő. Hát de sötét van, nem látható semmi. Hát látni nem is kapcsol. Mármint, hogy szigorúan csak becsületes alapon, érti? Hát... És maga nem fog engem kurizálni? Én? Hát jó. Ígérem, esküszöm... Fogadom. Jó, akkor csak egy kis órácskára, de utána azonnal visszajövünk. Köszönöm. Elég! Szép kis eskü! Nem is... Várj! Azt gondolj, hogy menjek, akkor én megyek, de magán nélkül! De Judit Maga válasz, egy becstelen kényent! Még, hogy én kéjenc, ne hűrítsem meg! Mi ez a bizalmas tónus? Aber mein! Elvírtam a tárcát. Vigye! Nem jó kedvű a német Kemi? Nem. Azt mondja, elmegyen. El. Vele tetszik menni. Nem akarja. Hát akkor őszinte részvétem az úrnak, mert Amerika magára marad. Mit mond? Ja, persze, értem, de hát most mit csináljak? Nem tudom magára hagyni a barátomat. Ó, Istenem! Én nem olyan vagyok, hogy elfutok a veszélyről, én szembenézek vele. Már is. Jó, hát... Kedves Janet! Jó estét! Jó estét, kisasszony! Jó estét, kis Berti! No, végre nem is tudja, milyen jó érzés újra itthon lenni. Mi történt, kisasszony? Mi? Ebben az órában már New Yorkban alhatnék ágyamban, de kaptunk új diszpozíciót, és az Atlanti-óceán felett hatalmas a vihar, így most reggelig maradok Párizsban. Hát ez aztán... Hol van Bernard? Hát el kellett mennie üzleti ügyben. Igen, üzleti ügyben. Hát reméljük, nem sokára megjön. Reméljük. És mi újság reggeltől óta? Hát meg vagyunk úgy csendeskén. Csendeskén. Ez itt a szép. A csend, a nyugalom. Itt nincsenek viharok, változások. Teljes a szélcsend, nem igaz? Ja, teljes. Az teljes. Jaj, hát én úgy imádok hazatérni, de oly mi fáradt vagyok. Ó, nem kezdesem. Oda talán ott úgy. Oda talán? Igen, mert hogy oda elfele. Mert igen. Hogy az úr beköltözött oda. Hát akkor költözön át oda vissza, ha én érkeztem. Nem, hát én itt nyújtózkodok, ugye? Tetszik érteni. Hát akkor nyújtózzon ott! Hát az bajos. Nem, hát te miért? Hát mert hogy az úr az így rendelkezett, és aztán nem lehet aztán úgy átpakolni, úgy kérem. Igen, és meg kell várnunk a Bernardot, hogy miképp. Ugyan? Hát ki parancsol a házban? A férfi vagy a nő? A férfi! Tévedés! A nő! Amerikában így van. A nő intéz, a férfi igazodik. Vita nélkül. Lehetetlen. Lehetetlen, de hát most éppen francia földön vagyunk, szóval nagyon sajnálom. Maga téves, de most hát egyek, mi van vacsorára, Berti? Hát káposzta meg vésni. És van tejszín? Már hozzá desszertnek? Nem, körítésnek, enni vele. Basta! Enni vele! Igen, ide tegyen terítéket. Azt nem lehet, kisasszonykám.
odakint, hogy sokkal előbb túlesünk rajta. Ott, igen. Ez praktikus, de siessünk, mert már eső esél ez a gyomrom. Ó, hát ez nem könnyű. Én készen állok. A viszont hát, látásra. Én meg, hogy ne tudná, hogy én mennyire készen állok? Kérem engem békét hagyni. Én egyedül távozom, világos? Mit? Én hogy? Hát... Igen, egyedül távozom, mert maga nem tud viselkedést a barátja menyasszonyával. És mit mondjak akkor Bernárdnak, hogy ha ön nincs itt? Érti? Tetszik érteni? Azt, hogy távoztam! Az amerikai táska hogy kerül ide? Ez a... Javal. Ez az én kis táskám. Tetszik érteni, de... És mit kezd egy férfi egy ilyennel? Hát hogy mit kezdenék? Hát ebbe van a borotva szettem, a kis... Kis immelámmalom. Tetszik érteni, Szó, nem értem, hogy mit hát hőbörögen. Különös ötlet. Már miért lenne olyan különös? Hát egy amerikai társaságnak csinálni propagandát, hát ez nem válik a maga becsületére. Jaj, Juditkám, becsület szavamra. Jaj, a maga becsülete, olállá! Hát de. Hát ilyen nincs. El se hiszem, hogy... Maga mit menyászik a táskámban? Milyen táska? Maradjon már. Hát én látom, hogy nyúl benne. Miben nyúlnék? A táskám, miért nem adja a táskám? Ja, hogy ez az ön... Nagyon sajnálom, én csak úgy gépiesen... Iszik valamit? Na jó, az biztos, hogy innék. Scott whisky? Bármit. Nos, Robert, gondolkozott a szoba témán? A szoba? Ja, persze, nyugodtan, költözöm be oda. Rendben van, akkor beköltözöm a mi kis szobánkba. Most mondtam, hogy nyugodtan költözöm be. Ha Bernard bent talál, az lesz neki csak meglepetés. Ja, meglepetés. Ja, nem fog nekem reklamálni, hogy én onnan magát kirámoltam. Hát ez... Mi az, hogy Lufthansa? Ó, hát ez, hát tetszik érteni, ez az én kis tisitasim, tudja? A magáé. Hát egynek elmegy, hát... Német repülőtáska. Igen. Mi magának milyenje van? Nekem ilyen kis huncu táskám van. Micsoda ötlet. Nos, Robert, mit gondol, miért olyan hatalmas Amerika? Mert ilyen kis táskái vannak? Nem, azért, mert az amerikai férfiak egész életükben maradnak bébik. Komolyan mondja. Igen, azért, mert a férfi soha nem mondja neki nem, ezért a nő mindig is többet dolgoztatja végső kimerülésig. Csak ugye? Igen. Bernard francia. Ő nem bébi, ő mindig azt mondja nem. Ezért szeretem. Jó, hát én ezt értem, csak annyit nem értek, hogy akkor maga miért akar Bernarddal össze? Jaj, azt én nem akarom. Ha férjhez megy egy csak amerikai férfike, az mindig azt mondja, igen, drágám. Igen, ez a táska, az biztos, hogy azt mondja. No. Bernard francia. Ő nem bébi. Milyen kedvesen mozog a szája. Csak ott már amerikai nővel? Még nem volt szerencsém. Hát azt a sajnálhatja, mert mi igen értelmesek vagyunk ám a szerelemben is nagyon. Hát én nem tudom, mit is mondjak. Nem is kell. Nos, mit gondol? Hát, én nem vagyok olyan tanult ember, hogy... Az éppen az érdekes.
Hát de csak nem fogunk így csókolózni, csak úgy minden érdem nélkül. Hát miért? Én nem vagyok magába szerelmes, akkor én magát csókolhatom, nem? Igen. És magának nincsen én velem semmilyen piszkos gondolata? Vagy van? Néha úgy... És semmi érzelem? Na, mondjuk az... Az nincs. Well, mit gondol? Ez olyan jó, még a fülem is belecsengett. Hát ez most? Ki a szeme, hogy ezt kell látni az ember lányának? Van fül, meg fül, hát szem. Hát én el vagyok ragadtatva, hogy ez magának tetszett. Ezért meg kell magát csókolnom nekem. Hát de csak nem akar így csókot váltani anélkül, hogy... Miért ne? Kicsit gyakorlatilag. Szabad? Hogyne, épp én kérem. Kicsit gyakorolgatni. Hagytam azokat az istenbeli kulcsokat. Már csak ezt mármint, hogy... Bernard! Hát de te mit csinálsz itt? Hát neked New Yorkban lenne a helyed. Igen, de te telefonáltál. Én telefonáltam, és te nem voltál itt. Annyira örülök, hogy itt vagy, és te? Én is. Látszol, izgatottnak? Nem. Mi újság? Ja, itt úgy minden rendben. Kis szóval csendes, érte? Az alapanyagok? Azaz, alapos vagy. De te barátod és én éppen velem örültünk. Beszélgetésben, ugye beszélgettünk innen, ámmal tetszik érteni. És én ógyon átkoztam. Tessék. Hát akkor a legjobb kor jöttem. Viszlek is téged gyorsan Saint-Germainbe, kis vidéki éjszaka. Jó lesz egy kis környezetváltozás. De én már látok itt változást. Mert a mi szobánkat átadtad a te barátodnak, és mi most más környezetben állszunk, jaj, de érdekes lesz. Csak hogy a... Mi az, csak hogy? Csak hogy, ugye mondtam, hogy Berta ott nagyon zaklatott környezetben alszik, és ugye az volt megbeszélve, hogy ott fog aludni legközelebb. Ezt mondtam? Ezt, szó szerint. De hát miért nem maradtad Berti az ő kinti kis szobájában? Már emlékszem, hát micsoda lárma volt ott kint, hát tudod, Berta is szeretne egy kis környezetváltozást, de te ezt úgy érteted, te, aki folyton utazol, te... Hát... És Bernard, darling, ha én most nem volnék itt, akkor te hol aludnál? Én csak... Ott. Az udvari szobában. Igen, az udvari szobában nincs akkora nagy lárma. Egész kikészültek az idegeim, gyere drágám, menjünk a mi kis vidéki szobánkba. Nem, Bernard, maradjunk kedves kis udvari szobá. Nem. Hát nem jössz, én itt találszom magamat a kanapén. Valami? Betty, készen van már az ágy az udvari szobában? Nincsen, kisasszony. És miért nincsen? Akkor mi most hol állszunk? Mert Bernard a mi szobánkat átadta az ő barátjának. Hát, akkor ott. Nem. Hárman? Magával, Berti? Velem? Yes. Hát önnel. Maga akart ott tetszik aludni. Tetszik érteni. Éne. Maga. Hát ki akart környezetváltozást? Ki akart utazgatni a képzeletében? Utazgatni? Kinek van-e füle? Hát itt süllyedjek el, hogy... Nem, ezzel a két fülével. Biztos, hogy meghallottam. Emlékszik már? Hát nem. De. Hát akkor de. Menjen, vessen gyorsan ágyat az udvari szobában. Igen is, uram. Jöjjön, segítek! Köszönöm, kisasszony, már úgyis elég egészen belezavarodtam én ebbe. Ez mit jelent? Semmi. Csak az, hogy nem könnyű itt személyzetnek lenni. Hol van, mondd? Ki hol van? Hát ki? Jacqueline. Jacqueline? Hát nem te vitted előtt, Saint-Germainbe? De elvittem, de nem lehetett vele ott mit kezdeni. A vacsora kellős közepén fogta magát, felkelt, eltűnt, melyek utána sehol senki eltűnt. Most komolyan? Hát Bert, Judit. Na. Hol van Judit? Hol van Judit?
Judit. Judit, a német. Tudod, hogy hol van? Hol? Hát, ő elment. Sajnos nélkülem. Pedig mindent bevetettem, tényleg mindent bevetettem azért, hogy együtt menjünk el. Együtt? Már szigorúan csak... Na ide figyelj, most fogom Janetet, elviszem Saint-Germainbe, és nem tudom, mi lesz. Na, mi lesz? Nem tudom, szájra bocsájtom, fogalmam sincs, de azelőtt, hogy Judit visszajönne. Te vigyázz ezzel a Saint-Germain-nel, mert szabályosan ez már ilyen... Mi rögeszmen, nem rögeszmen. Igen, ez egy ilyen rögeszmen állat. Na, készen is vagyunk, hogy ez a kis szoba milyen remek, egészen ragad meg engem. Jaj, hát még jobban el fog ragadni téged a mi kis vidéki szobánk. Ó, az ember szinte. Ó, az ember szinte, gyere, drága, menjünk a mi kis udvari szobánkba. Remek. Na, szóval szinte. Elvettek. Csak innánk egyet. Ebbe még talán van. Maga se látta a saknit, ugye? De nem ám. Igazán ez már nem személyzetnek de hát való. De az úr is láthatja, hogy ez már nem személyzetnek való él. Ez aztán nem. Hál' Istennek, Jacqueline még nem ért ide. Ó, az... Hol van? Menjen nyugodtan. Hol van? Nyugodalmas jó éjszaka. Hát Bernard. Milyen Bernard? Hát Bernard, hol van? Bernard, hát ugye nem önnel ment el. Hát dehogy is nem. Hát velem volt, és éppen ezt nem értem, hogy egy olyan puszta mániája volt, hogy egész este olyan elszántan fecseget, mintha valami takargatni valója lett volna előttem. Még hogy neki takargatni valója. Hát igen, éppen ezt mondom, és nem értem, és annyira idegesítő, mert tudom, hogy semmiféle titka nincs neki előttem. Hát épp ezt mondom, hogy ő is biztos csak úgy fel-fel kiabált. Csak én nem értem, hogy miért kell neki folyton ellenkeznie velem, mikor minden olyan egyszerű lenne, ha mit tudom én... Hogyha összeházasodnának, nem? Például. Mennyivel egyszerűbb lenne? Sokkal egyszerűbb lenne. Mennyivel egyszerűbb lenne? Minden nagyon egyszerű lenne, na de majd... Nem. Majd házasság nem, után... Nagyon sajnálom, én itt lakom, ön arrafele. Mindegy, majd házasság után minden rendben jön köztünk. Az biztos. Az a borzasztó, hogy én vacsora alatt semmit nem tudtam enni. Kiszaladtam, hogy egy kicsi levegőt cippancsak. Erre visszarohanok, és nézem, miért és... Miért nem tud bemenni a szobájába? Ő is biztos csak úgy szippantani akar, tudja, hát ő annyira szereti magát. Én is szeretem. És éppen ez a baj, hogy sokkal egyszerű lenne, hogyha például mindig együtt tudnánk lenni, de így, amikor ő itt van egyedül, én pedig ott vagyok a világ másik végén, akkor én ettől olyan ideges leszek. Igen, ő is annyira nagyon ideges, nem kiabálott a szomszédba, hogy de nagyon ideges, tudja, hát. Hát ezért mondom, hogy miért kell neki folyton ellenkeznie velem. Ahelyett, a pihenje le egyet. Feleségül. Igen. Mindegy, majd minden szépen jön. Szépen rendben jön esküvő után. Ha majd meg lesz az esküvőnk, akkor szépen minden rendben jön. Ebben biztos vagyok. Pihenjen le. Mondom, hogy pihenjen már le. Pillanatra! Darling, engedjél engem fürdeni menni. Nem értem, miért jó Saint-Germainbe menni, mikor itt van kedves kis udvari szoba. Maga nem így gondolja? Én nem gondolok semmit. Látod, én is azt gondolja. De mennyivel kellemes, mennyivel csöndesebb ott távol. Aj, nem akarok menni vidékre. Én csak fürdeni akarok menni. Csökönyös, mint a ló. Nem bírok ezekkel a nőkkel. Igen. Nem bírsz? Igen? Nem. Hát jó. Volt valami hír? Hát, tudod mi? Van valami hír. Na. Valaki megjött. Na, ki? Na talált ki? Na, ki? Nem, na? Ki csoda? Jacqueline megjött! Egyszer Judit, egyszer Jacqueline, most éppen Jacqueline. Úristen, sokáig már nem tartott. Ott ben susmorog, aki
Abban a szobában. Egy percemről biztos mennykölcsapás. Na, nyugodjál meg. Nem sokára jön a te Juditot, hogyha most feladod, akkor tényleg világvége. Nagy levegő, belégzés, minden rendben lesz. Na, mondtam. Most már boldog vagy, hogy így kikészítettél engem? Én téged? Hát nem te rohantál el, drágám? Hát hogyne, én elrohantam, de vissza is rohantam, te meg sehol sem voltál. Hát de miért kellett úgy felkapnod a vizet egy vidéki út miatt? Miért? Mert hát minek van az embernek ilyen gyönyörű háza, meg meleg szobája azért, hogy vidéken bujkáljon valami szállodába, mint egy eldugott szerető? Nyugodj meg, kérlek. Te szégyeld magad azért, amiért nem veszel el feleségül. Csönd! Mármint, hogy egy kicsit halkabban tetszik érteni. Annak is eljön a sor. Hát a mennyasszonyom vagy, ugye? Nem. A szeretőd vagyok, az az igazság. Hát drágám, hát a barátunk előtt... Én igazán nem akarok belefolyni, én csak úgy nézelődök itt, micsak. Kérlek, nyugodj már meg. Tudod mit? Én megnyugszom. Megyek, letusolok, és egyszerűen lenyugszom. Nem. Miért? Nem. Hát mert azért, mert ő akar fürödni. Ki akar? Hát te akarsz fürödni, ugye? Igen, én akarok. Hát tudod, mint akkor majd lefürdik utánam. Nem. Tessék? Hát azt mondta, hogy nem. Hogy nem. Igen. Na hát! Mányt, hogy nem. Te tetszik érteni, hogy... Maga egyáltalán nem valami kedves. De hát most értse meg, hogy én igazán... Szép volt! Bravo! Most azt mondja, hogy né, de milyen tohó. Kösz, tényleg, ennyit. Ez a fürdő olyan jól frissít fel engem, Bernard Darling, egészen vagyok megszületve. Tudod mit? Szekáljál nyugodtan. Miről is volt szó? Jössznár, Darling? Megyek rögtön. Hát nem sietsz, elászom magamat. Jaj, megyek azonnal. Nagyon borzalmasan fáradalmas napom volt nekem ma. Na hát meg nekem. És még vége sincs. Tudod, egy amerikai nő, aki kijön a fürdőből, hát az egyszerűen olyan... Hú, hát... Csodálatos látványa, egy angyal. Nem is tudom, mit mondjak rá, úgy igazán. Na de, ő kijött, akkor Jacqueline már mehet is a fürdőbe. Jacqueline! Goromba fráter! Én! Drágám, hát mi csak megmulattattunk téged. Kíváncsi voltam, hogyan reagálsz. Igen, hát akkor most már biztos nem vagy kíváncsi. Ha édes vagy. Szent a béke! Hogyne, szent a béke. Tudod, mit csókolj meg, és vegyél el feleségül. Igaz-e, hogy vegyen el feleségül? Ha persze. Légy szíves, ne szólj ebbe bele, barátom. Hol is vagyok? Tudod mit, Bernard? Gyere, mondok én neked valamit. Gyere. Isten. Olyat mondok neked, ami még téged is megfoglalkozik. Az az igazság, hogy téged még a jóisten is házasságra tett. Engem? Igen, téged, igen. Te igazából... egy olyan ember vagy, aki nem bírod a szerelmi komplikációkat. Te csak a tiszta munkát szereted, az egyenes utat, az ilyen mindenféle keszekusz a dologtól, a te idegzeted, az kikészül. Tökéletes. Ismételted meg vele? Az az igazság, hogy én úgy átlátok rajtad, mint egy pohár vizem. Te egy mintaférj van. Igazán túlbecsülsz. Nem, egyáltalán nem, ne gondold. Sőt, én még azt is meg tudom neked mondani, hogy miért vártál ilyen sokáig a házasságban. Igen, miért? Miért? Azért, mert te maga miért? Vagy a becsület. Oh. És te egyszerűen meg akartál győződni arról, hogy boldoggá teszel engem teljesen, még mielőtt lekötsz. Tökéletes, hát micsoda pszichológus vagy, drágám.
Hát mit akartok? Hát egy francia nő. Egyszerűen tökéletes. Nem, jól mondom. Szóval, szóval mikor? Mi mikor? Hát, mikor esküszünk? Hát majd egy később, még várunk egy icike-picikét, érted? Mondtam én, a becsület gátlásai. De nem baj, én így is imádlak, és tudod, esküvő után majd még sokkal boldogabbak leszünk. Megszomjaztam! Egy kis szés, mi az? Szódavíz, üdít, frissít. Hú. Azaz. Parancsolj, drágám. Köszönöm. Na, mesélj csak. Úristen. Micsoda nap. Te meg csak itt állsz itt, mint a nyugalom istensége. Hát, tudod, mások az idegeim. Végül is nem ugyanúgy állunk. Hogyan mondjam? Nem ugyanaz, mint otthon, de... Drágám, te olyan szilárd vagy. Bernard! Én nem tisztességes vagyok. Te nem vagy tisztességes? Nem. Drágám, ez nem igaz. Bernard, én nem vagyok tisztességes, és én így nem folytathatok egy életet. De drágám, maga vagy a becsület. Igen, maga a becsület. Kérem, nem belebeszélni közibe! Pici? Igen, maga! Bernard, nekem barátod nagyon tetszik. Ő? Igen, igen, a barátod, ezt kellett nekem megmondani, mert hogy nekem jobban tetszik ő, mint te. Biztos véletlen. Igen, és nem lehetek a te kis mennyasszonyod, mert a barátod engem megcsókolt. Az igazándiból úgy volt, hogy ő, feküdtem, így feküdtem, ő meg és így bú, mint egy pióc, egy... És akart vinni el, de én nem akartam menni vele, és hogyha akartam is volna vele menni, akkor is Gáncegál, mi egészen csókolóztunk. Gánce. És én azt gondolom, hogy őt szeretem. Nem igen, tudja, Bernard, hogy... meg tudsz nekem bocsájtani? Mert nem leszek a te kis mennyasszonyod ott a Rajnán túl. Értesz még engem, Nitvar? Na és te szereted? Hát én úgy igazándiból, hogy szeretem-e, hát az úgy igazándiból nagyon... Az... Igazán nagyon! Hát, hogy jó, nagyon... Ihaj! Jó, hát nem leszek ünneprontó, fájni fáj, de már itt tartunk. Szeressétek csak egymást! Jaj, drága! Jaj, drága! Pardon! Olala! Ivy! Ki ez? Hát, ki ez? Ki ez? A barátom mennyasszonya, barátom, segítsél már! Hát én vagyok, én, te meg te, ki a Robert! Engedje meg, hogy szívből gratuláljak akkor magának. Jaj, nem is tudja, hogy kisasszony, hogy én milyen boldog voltok. Mert ugye? Igen, hát és akkor mondja drágám, te esetleg az utasszolgálattól vagy? Javval! És te? Igen, szintén. Hát mi akkor kollégák vagyunk. Ja, igen. Kollégák, igen, ez a helyes kifejezés. Kollégák, de még hogy? És mondd csak szívem, hogy jutottál ide? Hát ez úgy hát, volt, hogy... Hát, mert ugye ő az én feleségem, és hát hát én meg itt vagyok, ugye még csak mennyasszonyom, én itt vagyok, szóval ő meg jött engem meglátogatni, ez ilyen egyetem. Hát na, menjünk, édesem. Ez valami remek. Szóval én bementem a fürdőbe, hogy letusoljak, és akkor mire kijövök, zsupsz, kész is az eljegyzés. Ez nagyszerű. Édesem. És mond csak, hol ismerkedtetek meg? Hát itten! Ah,
Hogy itten? Hát az úgy volt, hogy én nem őt akartam, de csókoltam. Szóval te idejöttél meglátogatni, és nem is tudtad, hogy a vőlegénye, hát ez valami óriási. Hát nem egészen. Édesem, oda se néz. Nem egészen így volt. Én ezt nem értek. Mégiscsak, hogy kerültél ide, és akkor így hirtelen olyan boldog lettél, ugye? Nem kell annyira frusztrálni a kis hölgyet, hogy most esküdtek, vagy most kérte meg a kezét. Igen, meg mégis olyan. Hát hogy ne, ők is boldogok, és az a lényeg, hogy én is rögtön olyan boldog vagyok, igaz, Bernard szívem? Én ezt nem értek. De hogy nem. Bernard... Szarni bele. Menyasszonya? Nem tetszik? Igen, én is menyasszony vagyok, igen. Én is Bernard menyasszonya vagyok. Hát én ezt nem, itt vállám, én nem értek, pardon. Hát mit nem lehet érteni? Én miért ne lennék Bernard menyasszonya? Hát mert én voltam Bernard menyasszonya az előtt. Az. Tessék. Ez egy dolog. Javol. Imelem volt. Várj, megmagyarázom, szóval ő volt a mennyasszonyom az előtt, aztán megtudtam, hogy ezek ketten hát szeretik egymást, és... Ugye? Én voltam milyen ostoba, mert volt bennem egy buta tisztesség, és közben mennyasszonyod volt. Hát, hogy? Hát de mindig is én voltam a mennyasszonya Bernardnak. Vagy nem? Vagy te hazudtál neked? Vagy te nem is mennyasszonya volt én? Közben? Hát hazug vagyok én. Kérem, magyarázni meg! Jaj, nincs itt megmagyarázni. Menyasszonyok, mi vőlegények vagyunk, ugye? Mit akarsz még? Menjünk ma befele. Na, még csak holnap. Nem lehet, kérem, sürgős volna a dolog. Mondom, majd holnap. Na, szóval beszélj meg, Bertával. Holnap megbeszélitek. Holnap nem lehet ám az kisasszonykám. Igen. A kisasszonykák ismerik egymást? Hát nem látod, most is verkedtek meg. Igen, most akartam. Hogy bemutassam az én barátom menyasszonyát. Igen, Judit, az én feleségem, ugye? Sok szerencsét kívánok. Köszönöm szépen. Önnek is. Boldogságot kívánok az úrnak. Engedje meg, hogy bemutassam az én kismenyasszonyát. Tudom. Most se tudom már, hol van a fejem. Összeesek a fáradtságtól, gyere már szívem, majd holnap megbeszélitek. Jaj, majd akkor tessék jönni, és hát a szobámba, most és mondani neki azt, hogy gute nacht. Gute nacht, kedvesen. Hanna, de hát... Megy ez, mint a karikacsapás? Egész jól megúsztuk ezt az egészet. Mi a franc volt ez az előbb? Itt, hogy kinek a ki, amilyen? Mi volt ez? Lényeg, hogy túl vagyunk rajta. Mit akaratod, Berta? Berta, felmondott? Beszélhetek az úrral? Aj, mit akar már megint? Csak a járandóságomat kérem, mert én kérem, meggondoltam magam. Micsoda? Hát csak a járandóságomat kérem. Épp most jut ilyenkor az eszébe? Hát bizony, éppen most. Nem szeretem a rossz vicceket. Jaj, hát az úrnak a barátja is a megmondhatója, hogyha én itt maradok, akkor nekem kampec. Berta. Képzelj el, új életet kezdünk. Igen. Na, de képzelj el, hogyha én meg itt maradok. Ezt a személyzet, ezt itt nem bírhassa idegekkel. Mit nem? Kérem, felemelem a fizetését. Mennyivel? Majd az... Megbeszéljük. 50-nel? Biztos nem 50-nel. 50-nel, és maradhat. Na jó, de azért 50-nel se bírhatja ezt a vircsaptot az ember itten. Jaj, de nem hallottam, mit mondta ott előbb az úr? Új életet kezdtünk. Új életet kezd. Az egyiket elviszi a barátom. A Jutkát? Hát egy háztartásra két asszony az is sok. De, hát igen. Yes, my darling! Ajajajajajaj, én meglátom, hogy itt folytatódnak a dolgok. És majd elfelejtettem, a kisasszonynak van itt egy levele, Amerikából. Nekem, a nevemre. Csak folytatódik a verkli, Adéla. Te jóságos, te szentséges. Mi az, mi áll benne? Jaj, a
ezt nem tudom neked elmondani. Jó, látom én, hogy minden folytatódik tovább. Csak falhoz állítsák az ember. De hogy is, majd meglátja. Látom én, de el is megyek én. Dear, szerelmes vagyok. Hát igen, tudom. Ebbe a sutyóba. Jaj, most nem te beléd vagyok szerelmes. Én téged nagyon szeretlek, de én most már örökké megyek el. Hő, elmegy. Igen, Berti. Hát akkor én megmaradok. Hova megy? Derült égből villámcsapás történt, és éppen én belém. A múlt évben én megismertem egy férfit, éppen Mexikóba utazott, és azt mondta nekem, hogy ha ön milliómos lesz, akkor el akar engem venni feleségnek. Gondoltam magamban, lesz-e vajon milliómos? És az most neki sikerült, és én repülök, repülök! Na várjál, magyarul. Kettő férfi volt az életedben egyszerre? Nem kettő, három. Mert ugye az a csók az az élet. Volt még egy férfi Los Angelesben is, de azt most ejtem, és oda megyek, ahol először vesznek feleségnek. De, drágám, hát nem hagyhatsz sok így itt. Ez lehetetlen. Ja, dehogy lehetetlen. Nekem ottan barátnőm Stuart, ezt csinálunk cserét. Ő marad itten, én megyek Mexikóba. Nem leszek többi stewardess, hanem milliómosné. Az nekem nagyon való. Ez aztán a szerelem. Lökhajtásos szerelem. No, szóval. Most már tényleg csak egy mennyasszony vagy. Ja, Jacqueline kisasszony. Hallotta, ugye? Na, és az úr tényleg elveszi a németet? Ó, hát én elám. Na, akkor maradok. De megkapom az 50-et. Jót mulatsz rajtam. Na mi van? Kitört az egynejűség? Mini monogámia? Ha hiszed, ha nem, egész megkönnyebbültem. Megyek, darling, és én sokat gondolok vissza. Azta. Na, várja. Most őt is megcsókoltad? Hát igen, ez nekünk is hobbi volt, kicsit gyakorlatoztunk. Gyakorlatias nő, öregem. Goodbye! Kis francia barátok! Hát feledkezz meg minden bajodról, nekünk jó! Őszinte részvétem. Hülye! Kirebbülnek a fészekből a fiókák? Igen? Ki keres ilyenkor? Haló? Hát te vagy az. A barátom reptéről a nőket ő szerzi. Hát jó, hát akkor azt most gyorsan rakjad le. Haló, itt vagy? Nem. Nem alkalmas. De? Hát nősülök. Hát igen. Hát tudod, a franc... Ja. Hát persze, igen, Jacqueline. Franz Lang? Ja. Micsoda, egy hindu nő? Mi, hindu. Kék szemek. Barna? Kék. Homlokán? Pöty? Piros pöty. Homlokán piros pöty. Ah! Add majd ide! Lelégizni, öregem! Én tökészné vagyok. Add ide. Te csak ez. Figyelj, engem nem érdekel, de odaadom egy barátomat. Adom, jó? Oké. Nesze. Meg a menetrend is. Ó, a menetrend. Hello, igen, én vagyok. Bernardnak, igen, a barátja. Akkor egy hindu, egy olasz, egy spanyol. Igen, még egy magyar is? Na ne őrítsen meg. Karikásostól. No. Az azt igen. Jó. Már írom is. 0630... Robert! Igen? Tudja, hogy én várok? Mindjárt. Hogy ne tudná, és hogy tudja, hogy én ma ezen túl a szememet nem hunyom le? Sokat fog ma aludni. Igen, persze, hogy egy fél pillanat letett. Igen, na, egy fél pillanatra... Nem? Ó, megszakadt. Na jó, van, mindjárt. Nem fogod elhinni. Lesz egy olasz,
egy spanyol, egy német, és hogyha minden nagyon jól összejön, akkor még egy magyar is. Egy magyar. Érted? Na, négy gyönyörű, na minden, szép. Én mosom kezémet, barátom. Mi éppen ünnepeljük, Jacqueline, az eljegyzéseket. Gondoltam, hozok neked is egy pezsgőt. Judittal el legyél. Köszke. Na jó, akkor... Akkor... Na várj, nagyon rossz felé megyünk. Olvasz! Egészség! Az én telefonom. Halló? Igen, igen, én voltam. Az a bajszos magyar, igen. Jó, lehet, hogy nem egyről beszélünk, de... Remennem kell. Csak átírnám. Még mindig maga telefonál! Persze, de már rakom is le. Mindjárt, már menjünk is be. Ugye? Maga hova indul? Hát be önnel együtt. Jaj, kérem várni, és kérem nekem mondani. Mit? Hát, hogy jó éjszakát. Hát jó éjszakát együtt. Olyan jó lesz az éjszaka, el se hiszem. Majd az esküvő után. Hát de már... Komoly dolog a szerelem szívem, most már csak esküvő után. Most mit évek legyünk? Aj, Bernád, öreg barátom. Robert, öreg barátom. Tehát nem.